áldott nagy bőtöt kívánok mindenkinek. Ünnep van, nemzeti. Mi köze van a nemzeti ünnepnek az egyházhoz? Amikor Jézus Isten országáról beszélt. Igenis, Isten országában helye van egy népnek, egy nyelvnek, egy kultúrának, mindez érték. És mindaz az érték, ami Isten országában helyet kap, az a mi szívünkben is helyet kell, hogy kapjon. Utána néztem egy kicsit az aradi vértanúk szavainak, az utolsóknak. Ide hoztam őket, és megdöbbentő volt számomra, hogy nem is mindegyik magyar, de a hitük átütő. Kis Ernő, örmény, honvéd altábornagy. Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok, dicső szentjei, víraztatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük. Lánel György, német honvédtábornok. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom. Lázár Vilmos, örmény, honvéd ezredes. Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmára érnie a magyar lelkeknek. Nagy Sándor József, magyar honvédtábornok. De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett. Török Ignác, magyar honvédtábornok. Nem sokára Isten legmagasabb ítélő széke elé állok. Életem parányi súlycsupám, de tudom, hogy mindig csak őt szolgáltam. Vécsei Károly, magyar gróf, honvédtábornok. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt. Ezeknek az embereknek lángolt a szíve, és erős volt a hite, ezért is tudtak harcolni. Mi lenne, ha köztünk most kitörne egy forradalom? Mennyire mernénk vállalni a harcot? Az életünkben rengeteg a harc, a küzdelem. Jézus életében megjelent ez. Mielőtt elolvasnánk a mai olvasmányt, mert a bölcsesség könyvéből fogunk most venni egy részt, kérjük a Szent Lelket, mutassa meg nekünk, mit akar ma mondani. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Jöjj el, Szent Lélek, Úristen, vezess bennünket, hogy halló szívűekké váljunk, és megtegyük azt, amire Jézus hív. Amen. Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Olvasom a bölcsesség könyve második fejezet, első és aztán 12-22-es verseit. Tévesen vélekedve azt mondják egymásnak, rövid az életünk ideje és szomorú, nincsen orvosság az ember halála ellen, és nincs, akiről tudnánk, hogy visszajött az alvilágból. Leselkedjünk tehát az igazra, mert az utunkban áll, és ellenkezik tetteinkkel. Törvényszegést vet a szemünkre, s megszól, hogy vétettünk a tisztesség ellen. Azzal kérkedik, hogy nála van az Isten ismerete, és Isten gyermekének mondja magát. Nézeteinknek ő a vádlója. Még az is terhes nekünk, ha látjuk őt, mert élete másokétól különbözik, és ösvényei egészen különösek. Ő komolytalannak néz minket, tartózkodik útjainktól, mint a szenytől. S boldognak hirdeti az igazak végét, és azzal dicsekszük, hogy Isten az ő atya. Lássuk tehát, igazak-e beszédei, tegyük próbára.
Mi lesz majd vele? Tudjuk meg, milyen lesz a vége? Mert ha az igaz Isten gyermeke, akkor ő majd meg is óvja, és kiragadja ellenségei kezéből. Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét, és kipróbáljuk álhatatosságát. Ítéljük őt gyalázatos halára, mert amint mondja, oltalomban részesül. Így gondolják ők, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette őket. Nem ismerik Isten titkait, nem remélik a jóság bérét, s nem tekintik a szeplőtelen lelkek jutalmát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kiről van itt szó? Ha valaki komolyan olvassa ezeket a sorokat, érzi, látja, hogy előre mutat ez az ószövetségi szakasz valakire, akiben felismerjük azt, akit kárpáltak az életében, gúnyoltak, és azt mondták, hogy ítéljük őt gyalázatos halálra. És valóban lehet, hogy most is vannak olyanok, akik Jézust gyalázatos halálra adnák. Azért, mert ő igaz, mert ő szent, mert ő megvallja, éli, tanítja az igazságot. És valóban a világosság és a sötétség nem bír egymás mellett elférni. A világosság bevakítja a sötétséget, és az nem bírja elviselni. És a szívünkben is lehetséges, hogy vannak sötét részek és világos részek. Emlékszek egy történetre. Egyszer egy gyerek álmodott, és az édesapjának elmondta, mikor felébredt, hogy apa, azt láttam, hogy két hatalmas kutya hatalmas viaskodással volt egymás ellen, harcoltak, és nem bírtak egymással. A fehér kutya, meg a fekete kutya egymásnak esett, és állandóan csak harcoltak. Apa, melyik fog győzni? És az apa bölcsen válaszolt. Fiam, az a kutya fog győzni, amelyiket jobban eteted. A mi életünkben melyiknek van nagyobb létjogosultsága? Az áldozatkészségnek, a szolidaritásnak, a szabadságszeretetnek, az irgalmas módon kimondott igazságnak, a tiszta harcnak, vagy a gyalázkodásnak, mások megróvásának, a rossz beszédnek, a gúnyolódásnak, a káromkodásnak, a tékozlásnak, a paráznosságnak, a gyilkosságnak. Melyiknek adok nagyobb teret? Ebben a világban úgy látjuk, hogy az erőszak győz, de Isten országa köztünk van. Isten országa az áldozatokban, a szabadságban, a szeretetben már felragyog. És valóban lehet, hogy néha minket is gyaláznak, vagy halálra adnának. De ha Jézus mellett, Jézusban élünk, van reményünk, van örök életünk. Ez a nagybőjt ebben segít, növekedjünk tovább a hitben. Ehhez kérjük Isten segítségét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Vezess bennünket tisztán Jézus útján, és segíts, hogy elismerjük azokat a sötétségeket, amik bennünk vannak, és elismerve, megtérve Krisztushoz tartozhassunk mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.